Jelzés érkezett a katasztrófa védelemhez, amely szerint egy holtestet és egy korábbi tűz nyomait találták meg a Jászhagykun szolnok megyei Tiszaroffon. Az Adi Endre úton lévő 110 négyzetméteres családi ház 12 négyzetméteres konyhájában egy heverű égett korábban teljes terjedelmiben. A három négyzetméteres tűzben megolvadtak a konyhabútorok, az ott lévő tévé és mikrohullámú sütő. A tűz miatt keletkező füst egy idős férfi életét követelte. Tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A tűzkapcsán tűzvizsgálati eljárás indul. A leggyakrabban egyedül élő idős emberek válnak lakástüzek áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, már füsttel telítődik a helység és füstmérgezés szenvednek. A hasonló esetek elkerülése érdekében tanácsos füstérzékelőt beszerezni, ami a tűz keletkezésének elejé jelez, amikor még van idő cselekedni.